Enyhülést kívánok minden kedves publikum nézőnek. Még szerencse, hogy a kulturális programok általában este zajlanak. Ezekből válogattuk össze a legérdekesebbeket önöknek. Fogadják szeretettel. Fából szabadon. Ez a címe annak a vándorkiállításnak, melyet az úgynevezett Sárospataki iskola két tagjának munkáiból állítottak össze. A tárlat szombaton érkezett Dunaföldvárról Orfűre a faluházba. Cseperi István és Schmidt Sándor több mint 40 éve ismerik egymást, alkotótársak és barátok. Cseperi Dunaföldváron, Schmidt Vásárosnaményben él. Mindkettejük életpályáját meghatározta a 70-es években indult Sárospataki Népművészeti Alkotótábor. A két fa faragó kiállítását András Falvi Bertalan nyitotta meg. A néprajzkutató professzor vitatja a tárlat címét, Fából szabadon, ezt azonban nem felrója az alkotóknak, hanem erényként könyveli el. Ebbe a címbe belekötök. Mert ez nem is annyira szabadon. Valami fogja a kezüket. Mégpedig minden, ahogy ezt Berzsenyi Dániel kifejezi, minden szépnek és jónak, úgy a poézisnek és végső oka és célja a szeretet. És a szeretetből folyó alkotás vagyis teremtés. Az ő kezüket egy hagyomány fogja. Egy szeretet, egy földhöz, egy néphez, amely kialakított valamilyen formakincset, egyetemes emberi értékek, szükségletek fedezésére, de mégis ezáltal lett az különlegesen a miénk magyar. Ezt a szabadságot, amit a művész mindig hangsúlyoz, hogy a művészi szabadság korlátozhatatlan, ezt éppen ez a szeretet tudja korlátozni, és rossz szóval mondom, de a lényege benne van, ez a szeretet rákényszeríti őket, hogy egy hagyományba folyjanak bele, hogy egy hagyomány formakincséhez kapcsolódjanak, mert szeretik ezt a népet és szeretik ezt a hagyományt. Kevés úgynevezett szabad művész meri ma fölvállalni, hogy valahova tartozik, hogy valamit, valakiket és valamilyen földet szeret, mert a művészi szabadság ma ugye határok nélküli és kötődés és szeretet nélküli. Ez a kiállítás arról szól, hogy ez az igazi művészet. A két fa műves egyetért a neves néprajzkutató megállapításaival. A szabadon az nem szabadosságot jelent, hanem nagyon mélyen a gyökereket. Mindkettőnknél mindegy, hogy merre felé mentünk el a hagyománnyal, saját arcunkba, mondandókkal megfogalmazva, de mindkettőnknél alapvetően a gyökerek meghatározzák ezt az egész műfajt. Azok a dolgok, amik születtek a kezünkkel alól, az amának szólnak elsősorban, de kultúrájában, hagyományában észrevehetően találkozik a két dolog. Pistáinál teljesen másképpen, az enyémnél is teljesen másképpen. Én a kalotaszegi ékrovás sós faragás továbbfejlesztését, ami elsősorban nem tudatos, hanem egymásra épülő dolgokból adódtak. A vándorkiállítás egy hónapon át látható Orfűn, aztán bemutatják Pakson, Kecskeméten, Budapesten, Nyírbátorban, Mátészalkán és végül Sárospatakon. Sok jó csellós kis helyen is elfér. Stábunk Pogányban járt, ahol mindenféle méretű csellóval és csellistával találkoztak a kollégák. Thank you.
ugye milyen andalító. A cellónak van valami különleges hangzása, mely magával ragadja az ember képzeletét. A zenéhez értők úgy tartják, hogy a cselló hangja hasonlít leginkább az emberi énekhanghoz, talán ezért is annyira kedvelt hangszer a fiatalok körében. Ennek is köszönhető, hogy a tavalyi csellótábor sikerén felbuzdulva Janzsó Ildikó idén is megszervezte az egyhetes zenetábort. Mindenki pályára készül ebből a társaságból. Szóló órájuk volt, közös kamaramuzsikálás, több együttesben játszanak, itt egy hétig együtt gyakorlunk, és hát az a lényege a tábornak, hogy tehát nem kitupírozunk egy darabot, hanem az együttlét, meg a közös munka, meg a zenével való kapcsolat, meg a hangszer ápolása, meg a technikai megoldásoknak a megerősítése ez a tábor, és rendkívül sokat fejlődnek, hogy nap mint nap tudunk dolgozni. A kisebbek és a nagyobbak egyaránt rendelkeznek már zenés múlttal, de a nyári szünetben hajlamosak kicsit megfeledkezni a hangszerről. Ez a tábor viszont nagyon alapos gyakorlási lehetőséget biztosít számukra. Nekem is sokat jelentett annak idején, hogy nyáron nem hetente kétszer, hanem nap mint nap kaptam órát. Óriási löket a gyerekeknek, ugyanis a hibákat állandóan tudjuk korrigálni, és oda-haza nem egyedül visszaromlik, hanem folyamatosan javul. És ez a hét néha többet ér, mint egy fél éves iskolai fél év, ahol betegség, meg iskolai szünettel kell együtt dolgozni és úgy készülni. Szóval én fontosnak tartom. A diákok pedig élvezik és akarnak is tanulni. Az Ildőni az elég jó tanár, és anyukám is mondta, hogy jöjjek ide, és akkor hát nagyon szeretek csellózni, és sokat tanultam. Hát 3-4 órákat szoktam gyakorolni, és itt pedig többet gyakoroltam, és jobb volt, szóval megérte. Alaposabban megtanultam a darabokat, szerintem, mert Mohácson ott annyira nem tudtam alapos lenni, nem figyelt senki arra, hogy hogy gyakorlok, mit gyakorlok, de itt Ildi néni azért minden nap órát adott, és azért ki tudta javítani a hibákat. Tanulni pedig nem csak a tanártól lehet, de egymástól is. A közös zenélések alkalmával el lehet lesni egy-két trükköt. Nekem Lovász Tomi tetszik a legjobban, hát ő már kicsit régebb óta csellózik, mint én, és nekem ő tetszett a legjobban, és én azért elég sokat tanulok másoktól is. Én nem irigylem őket, inkább szeretek tanulni tőlük. A diákok tehát nem bízzák a véletlenre sorsuk alakulását, keményen dolgoznak azon, hogy a zene, a muzsikálás szerves része maradjon életüknek. Hallgatva őket, ennek mi csak örülhetünk. A pécsi Ércbányász fúvós zenekar 50 éves, és bár a nagy jubileumi koncert még egy kicsit várat magára, azért a hangszerek gyakorta használatban vannak. Vasárnap például a színház téren szórakoztatták a tagok a pécsieket és a város vendégeit.
A zenekar történetéről informatív összefoglalót olvashatnak a Fúvós Banda honlapján. Ugyanitt megtalálják felsorolva az összes külföldi turnét és a legfontosabb híreket a zenekar életéből. Az utóbbi években többek között Horvátországban, Olaszországban és Némethonban vendégeskedtek. A népes pécsi ércbányász fúvós zenekart ma a város tartja fenn, hogy hangulatossá és ünnepélyessé tegyék a városi ünnepeket és egyéb tömegrendezvényeket. De a testvérvárosok, sőt a külföldi fesztiválok is felfedezték, és mindig visszavárják őket. Hogy mi a titkuk? Ez nagyon sokrétű dolog. Például az, hogy egy gyerek elkezd fújni, 2-3 év után már be tud ülni egy fúvós zenekarba, és egy bizonyos szinten már tud közösségbe játszani. Nem úgy, mint egy hegedűs, aki szegény 6-8 évig gyakorol, tanul, és utána még mindig nem biztos, hogy be tud ülni egy zenekarban. Ez a hangszernek a sajátossága. Mitől jó? Az, hogy vannak olyan öregek, mint a Pasi bácsi, mint Kollár Antal, mint Ritter János, mint Gida Attila, akik a Valkai Lajos, akik a zenekarnak olyan húzó emberei, olyan, nem is tudom, hogy kit hagyok ki, olyan, akik miatt a gyerekeknek élmény ide jönni a zenekar, Ostermayer Péter, Kerekes Csaba. Ők egy középkorú emberek, akik nem hivatásszerűen űzik a muzsikálást, de nagyon szeretik, és ez átragad a gyerekekre. Most is nagyon sok fiatalunk van, úgyhogy és ők élvezik, hogy megyünk, csináljuk meg. Meg azt a színvonalat is igyekeznek megfelelni, amit a zenekar eléjük állít. Vannak olyanok, akik már régóta kitartóan látogatják a próbákat, és beépítették életükbe a zenekari létezést és programokat. Mitől jó ön szerint egy fúvós zenekar? Úgy értem, mitől fog jól szólni, mitől lesz összefogott? Mik ennek a háttértitkai vagy trükkjei? Hát több összetevője van ennek. Egyrészt képzett zenészekre van szükség természetesen. Bár amatőrök vagyunk, de nyilván azért mindenki végzett zeneiskolát, és hát nap mint nap gyakorolunk, tehát a képzettség fontos. Fontos a próbáknak a fegyelmezett munkája, anélkül ez nem menne, és hát tulajdonképpen az elhivatottság az ügy iránt. El szoktak jönni, most máma nagy melegre való tekintettel nincsenek itt. Feleségem, ő táncol Mecseknádasdon, tehát érti, hogy mi ez az elfoglaltság. Egyébként ott is szoktam segíteni, muzsikálni. Lányom fuvolázik, úgyhogy egy ilyen család vagyunk. Köszönjük szépen! A nyáron még egyszer sort kerítenek egy kis térzenére, szeptemberben pedig rendszeres résztvevői lesznek például az Örökség Fesztiválnak. Ugyanebben a hónapban megrendezik jubileumi koncertjüket is, melyet a Pécsi Nemzeti Színházban tartanak majd. Ne hagyják ki! Minden évben szokott lenni jelenkor este a Tettyén. Az idei különösen jól sikerült. Színésznők és költők ültek a színpadon, alig észrevehetően. Ám amikor megszólaltatták a szövegeket, nagy és figyelmes csöndek, valamint nevetések érkeztek válaszként a nézőtérről. A városról meséltek. Mondhatnánk, hogy szép színésznőkkel könnyű sikeres produkciót létrehozni, pedig ez nem is olyan egyértelmű. Egy előadás irodalmi szövegekkel a középpontban ma már nem biztos, hogy olyan divatos a fiatalabb színész generáció köreiben. Teljes személyiségükkel odaállni a kortárs magyar irodalom mellé, erre pedig csak igen kevesen képesek. Arra voltunk kíváncsiak, vajon mi motivált a Fehér Annát és Sztankai Orsolyát, amikor elvállalta a jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat, illetve a főszerkesztő kérésére a Tettyei feladatot. Nekem a színészethez való viszonyom alapjait a versek adták meg. Nagyon sok verset mondtam gimnazista koromban, és a vers kifejező ereje, érzelmei gazdagsága, és nagyon intim volt az szerintem a legközelebb állt hozzám a színészetből, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek egy kicsit megérinti, nem csak a szellemét, hanem az érzelmeit, a lelkét is a mai este. Ó, dalrongyok, kik mint esteli bogarak búgva és donogva ütöttek a lélek falaihoz. Mennyi este és mennyi bogár, a Tibullus latin pilléitől
melyek bácskai szerelmes alkonyaimon az óriás rózsakert illatában kábultak. Nincs az, mint régen, hogy egy színésznek vagy 200 verse fejébe van. Tehát én még így nőttem föl, hogy a színészeknek volt egy repertoárja. És néha én is rászánom magam, hogy na, akkor leülök, és kiválasztom a kedvenc verseimet, és tényleg megtanulok vagy 40-et, és aztán mindig így tologatom, hogy nem. De jó dolog lenne, tehát ezt újra fel kéne venni, mert azért ez egyrészt gyakorlás, tehát a beszéd, mint olyan, mint alapeleme a színészetnek, azért ez benne van. Úgyhogy azt hiszem, hogy aki igazán szereti a színészetet, az foglalkozik ezzel. És képzelt betegek nyelik a török korból maradt vörös részfélholdakat. Törpekucsmám eltemett, patkány prémem elsirat, de szélborzolt a magasban őrzi szőleit makár. Az est Pécsről szólt, és a következő címet viselte, a Város mindörökre, mely egyébként egy csorbagyőző idézet. Mindenkinek van viszonya Pécshez, aki itt él, legyen akár esztergályos, akár gimnazista, akár művész. De talán senki nem tudja oly tömören és lélekrehatóan megfogalmazni az emberben felmerülő, valljuk be sokszor ellentmondásos érzéseket, mint egy költő. Felvetődött-e valaha önben, hogy elhagyja a várost, hogy máshová menjen, vagy esetleg, hogy a civilizációból kivonuljon? Hát a civilizációból már majdnem kivonultam. Ez származik, vagy ered a életkoromból is, meg talán a személyiségemből is, de hát azért ez túlzás persze. Pécsből kivonulni azt hiszem most már csak a legvégén fogok, amikor kivonultatnak. Hát 40-42 éve élek itten, tehát az életemnek a nagyobb részét, és amikor idejöttem, akkor ugye Somogy megyéből, közvetlenül Nagyatádról, de hát egyébként is somogyi vagyok, akkoriban fölmerült, hogy esetleg Budapestre menni, vagy Pécsre jönni, hanem egy csomó dolog ide kötött engem, ide jártam a tanárképzőre, udvaroltam is ide a 60-as évek elején, és sok minden, akkor itt jelentek meg a verseim, a gimnazista koromban, a Dunántúlban még 53-ban, aztán később a jelenkorban 59-től. Tehát egy csomó dolog kötött itt, és hát itt írók voltak a Csorba Győzőtől, a Pákulic István, a Bárdösi Német Jánoson keresztül, az Arató Károlyok, meg a Galambosi Lászlóik maga idáig. Tehát egy olyan közeg volt, ahova én azután, ami az én előtörténetem volt Somogyban, inkább mertem jönni, mint Budapestre. Egy ilyen este, mondjuk, csipős, nyers, nyári, csöndes, mikor levél csak itt-ott, mikor ritkán remek csak, mikor beléfogózni, mikor nincs már mi tárgyba, nincs már mi gondolatba. Egy ilyen este mondjuk ültél ablakodnál a város oldalában, néztél a vaksötétbe, s nem tudtál megfogózni, Jánusz bátyám, öcsém, te 500 bércein túl vad messze-messze tőlem. Egy irodalmi est manapság zene nélkül. A műsor szerkesztője jó érzékkel egy jazz zongoristát hívott, aki régiesen, hiszen filmkockák alá mégis modernül játszott. A muzsikus a Six for You nevű pécsi bandából is ismerős lehet. Szerintem egy ilyen fajta produkciót nem lehet, mert nem lehet konzervzenével, meg mondjuk ilyen, tényleg mondjuk ilyen kereskedelmi csatornákon hallható muzsikákkal megoldani. Ez a régi probléma, a Dionysos meg Apollónak a problémája, úgyhogy szerintem ez egy tipikusan olyan fajta műsor, meg olyan fajta versek, meg a film is, ami talán élő zenét kíván, és talán jazzt egyébként. Kalodaváros, börtönváros, sivatagváros. Nagyon sajnáltam magam érte. Ház nőtt az üres telkeken, a dombokon, a réteken. A bulgárkertek salátái, káposztái, zöldségei házakká változtak,
s ahol a labdát rúgtuk, a gyakorlótér roppant gyep négyszöge. Jövő nyárig pedig fogyasszák mentális egészséggel magát a jelenkor folyóiratot, melynek írásai több hétre elegendő kultúrát tartalmaznak. Vasárnap este az Aradi Állami Színház színésze Lovasi Zoltán szórakoztatta az Anna udvar vendégeit. Az Amerika, Amerika című darab egyáltalán nem is olyan régen hallható magyarul. A pécsi szabadtéri játékok előadásai között kettő is vasárnap került műsorra. Az Anna udvarban az Amerika, Amerika című érdekesnek ígérkező darabot láthatták a nézők. Az előadás érdekességét nem csak az adta, hogy egyszereplős játék volt, és nem is csupán interaktivitása, hanem az is, hogy Lovas Zoltán az Aradi Állami Színház művésze több mint 8 éve játsza románul, és csak néhány éve magyarul. A művész addig soha nem játszott anyanyelvén. Bukarestbe felmentem, felvetek a Nemzeti Színházba, én nem akartam Bukarestben maradni, mert én aradi vagyok, és akkor gondolkodtam, és mondom, lehet, hogy lehetséges, hogy már nem szeretem a szakmát, és akkor megcsináltam ezt a... Ez nem színdarab. Ez egy játék, egy közös játék a közönséggel, sok improvizáció, sok rögtönzés, és egy, úgy, ahogy mondtam, játék. Románul játszottam, és akkor ott volt egy hölgy és egy úr, nagyon hercegek voltam mind a kettő, és ők elég nem nagyon fiatalok voltak, és néztek. Mindenki nevetett, ők nem. És akkor hozzájuk mentem, és mondtam, jövő probléma, van valami gondjuk? És azt mondták magyarul nekem, míg nem értünk románul. Ja, mert mi azt hittük, hát mondom, román előadás, és azt mondja, hát igen, de ott úgy írja Zoltán a lovásá, és akkor mi azt hittük, hogy magyar színész, akkor magyarul elő fogja adni. És mondtam, nem, de mondom, akkor elmesélek valamit. És akkor elkezdtem vegyesen játszani, magyarul is, és románul is. Nem vagyok egy nagyon jó magyar beszélő. De ez a játék megengedi, mert egy olasz színész, Attilio Duzetti, megengedi, hogy legyen egy kis akcentusom, és ne beszéljek perfektül magyarul. Az állástalan olasz színész dilemmáját feldolgozó darabban Lovas Zoltán bevonja a közönséget is. Már a legelején a helyek elfoglalásakor elkezdi a játékot. Ön postás? Kérdezi mindenkitől, hiszen szerepe szerint egy levelet vár, amelytől függ, hogy utazik-e Amerikába vagy sem. 13 hónap munkanélküli vagyok. Mit csinálják? Szeretem a kamerát. Na, filmez egy... Jó estét. Nem postás, ugye? Nem. Ön se. Jó. Itt senki nem postás, ugye? Mindig elmesélek valamit, és akkor elmesélem, hogy akkor hozzám jött a menedzserem, és elővette a szerződésemet, de tisztelt uram vagy tisztelt hölgyem, hogy hasonlít ön a menedzserem, de nem jön egy kicsit, hogy megmutassa és szafatokra tépje a szerződésemet, vagy mondja azt, vagy a másik Giacomo Roberto, másik menedzserem, melyik elvisz engemet Párizsba, akkor az is hasonlít valakire. Innét a nézőteremből, és ezeket felveszem, vagy mit tudom én, a táncokhoz, az énekekhez, mindenhol. Nagyon izgulok estére, nagyon izgulok, de azért addig várom. Ezt én is meg tudom csinálni. Tényleg, magyarok? 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 De jó, legalább kihenem. Hogy csak egy percre? Direktor úr, hány percig? Tíz úgy! Na ne csinálja semmi, ne nézz rám, ne nézz senkire! Ne gondolj a postásra se! A közönség nagyon élvezte az előadást, persze nagyon szórakoztató is Lovas Zoltán játéka, de egy kicsit talán meglepő módon a közönség szívesen vett részt a játékban is, és nagyon sokat nevettek. Hippolita lakály. Ki ne látta volna a kacagtató filmet akár többször is Kabos Gyulával, Csortos Gyulával és a többiekkel a főszerepben. Ezúttal a pécsi színészekkel tették életre a vígjátékot, méghozzá a pécsi szabadtéri játékok keretében a Káptalan utcai szabadtéri színpadon. A premier pénteken este volt. Schneider Mátyás fuvarozó egyik napról a másikra sikeres lesz. Gazdagságát azonban megkeseríti, hogy felesége egy grófi lakályt szerződtet, mert nagy polgári életet akar élni.
Benedek mérnök inkognitóban tevékenykedik a szállítmányozásnál, hogy a főnök lánya Terka közelében lehessen. Terkát azonban egy jó családból származó férfihoz, Makácshoz akarja hozzáadni az urhatnám mama. Főtanácsos unokaütse! Tudom, a Makács! Makács! Pláne! Mert ha még Makács volna, annak volna valami értelme. Mert vagy Makács, vagy Takács. Se nem Makács, se nem Takács, hanem Makács. Ez egy Makács Csaba. Csaba? Azt hát, hogy én nekem imponál ez a név, hogy Csaba. Csaba az nem egy név. Csaba az egy vasúti csomópont. Na de papa, ez egy három prédikátum nemes, alsóbözörményi kispércsi, Makácsfalmi Makács Csaba. Tessék, még azt se tudjuk, hogy hová valósít. És akkor én egy ilyenhez adjam hozzá a lányomat. Hát ha én még egyszer meglátom a Terka körül egyesként, hát én... Hát, csak ne felejtsd el, hogy az ő nagybátyától függ a városi szemétszállítás. Szemétszállítás, ez már idő. Az arisztokrata családoknál szolgáló komornik bevezetése új gazdagék háztartásába számos nevettető helyzetre ad alkalmat. Ugye már ki is találták, melyik darabról, filmről van szó. Igen, ez a Hippolyta lakály. Erről szinte mindenkinek a fekete-fehér film juthat az eszébe, Kabos Gyula és Csortos Gyula főszereplésével. Azóta több feldolgozás is napvilágot látott, újabb film készült. Péntek este azonban az eredeti színdarabhoz visszanyúló előadást láthatott a színház kedvelő közönség pécsi színészek előadásában. Eredetileg egy színmű volt, Nóti Károly írta, és ebből született a második magyar hangos film 1931-ben, azon a című ismert kultuszfilm, amiből legenda lett és része lett az egyetemes magyar kultúrának, vagy legalábbis a színi vagy mozi kultúrának. Eredetileg ez egy színmű volt. Most nyilván ezen vannak változtatások, tehát Vajda Katalin és Vajda Anikó szerzőpáros. Egy sodró lendületű, ma is megállja a helyét idézőjellel történő, lebonyolításos, konzekvens, dramaturgiailag tisztázott példányt készített belőle. Tehát tulajdonképpen az eredeti művet látjuk, de egy kicsit föltupírozva. Habár a mai világba átültetett darabról van szó, maga a történet, a konfliktus és maguk a karakterek is ugyanazok. A Schneider úr, a Schneidernél a hipetet, azok a toposzszerű alakításokból ismert, filmből ismert, legendás karakterek, azok dolgoznak ma is. Nyilván nem utánzásról van szó, tehát meg kellett tartani azokat a karaktereket, és túl kellett lépni, vagy elé, vagy mögé kellett lépni, tehát mindenkinek azért egy színésznek fontos a személyesség, de ezek letagadhatatlan legendák, tehát nyilvánvalóan benne van, tehát sejlik benne, fölismerhető. Ha a Schneider Mátyásra gondolunk, nehezen tudunk elvonatkoztatni Kabos Gyulától és jellegzetes hanghordozásától. Azonban ebben az előadásban a pécsi színész játékával magával ragadja a közönséget. Hippodrom! Köszönjük szépen! Hippodrom! Egészségére! Hippodrom! Mi az? Hippodrom! Kim van egy úr? Azt mondta, hogy jöjjek be, és csak annyit mondjak, hogy hippodrom. Na jó van, hát mi a neve? Azt nem mondta. Csak annyit mondott, hogy hippodrom. Talán Hippolyt? Hát, úgy is lehet mondani, de annak nincs semmi értelme. De mama, ki az a hippodrom? Hippolyt! Felvettem egy inast. Bakai Lászlónak is sajátos beszéd stílusa van. Nagyon együtt él a darabbal, ezért alakításáról eszünkbe juthat a híres erőd, de egyáltalán nem utánzásról van szó. Minden szerep egyforma nehéz, mert kezdetben nem tudjuk elképzelni, hogy hogy csináljuk. Ennek inkább az a nehézségi fok, hogy egyszer már csinálta valaki, és az nagyon elhíresül, de hát próbálok az anyagból, az írott szövegből és a helyzetekből kiindulni, és akkor újszerűt hozni benne. Az, hogy maga a darab a csillagos ég alatt a Káptalan utcai szabadtéri színpadon játszódik, csak fokozza a közönség hangulatát.
aki lemaradt volna a premierről, ne búsuljon, hiszen még a nyár folyamán többször bemutatják a darabot. Hippolyt! Soha se fogom tudni megjegyezni ezt a nevet! Te is szólj már valamit, mama! Szóval ön belép hozzánk. Parancsára. Miért jött el a gróféktől? Mert bizonyos differenciák merültek fel. Anyagiak? Ó, nem, nagyságos asszonyom. Erkölcsiek, de azok is csak később. A méltóságos úr háza igazi régi úri ház volt, ahol anyagi természetű kérdések nem igen kerültek szóba, ugyebár. Igazad, ne is beszéljünk róla. Az ember úgysem kér többet, mint amennyi megilleti, azt pedig megkapja, ugyebár. Nagyon örülök, hogy a dolognak ez a része ezzel el van intézve. Az anyagiak, az el van intézve. Anyagilag el vagyunk intézve. Ha már végképp nem bírják a kánikulát, válasszák valamelyik pécsi mozi szolgáltatásait. Kultúra, Bambi, egy jó társaság, kell ennél több egy kellemes pécsi estéhez. Találkozunk a jövő héten is. Viszontlátásra!